Ide a Bodrogi utca négy szám alatt található telekre építi a híd gyülekezete Feketehegy szárazrét új 28 félőhelyes bölcsődéjét. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, mint egy 420 millió forintos visszanemtérítendő uniós támogatásból és bruttó 14 millió forintos önkormányzati támogatásból. Az építkezés heteken belül kezdődhet. Kettő évvel ezelőtt indult el az egész történet. Szigli István önkormányzati képviselő felidézte, hogy több mint tíz évvel ezelőtt jelezte már a városrész lakóinak, hogy a Bodrogi utcába szeretnének egy bölcsödét építeni. Két éve pedig a híd helyi vezetői jelezték, hogy megjelent egy pályázat az egyházak számára bölcsödék építésére. Mint a képviselő elmondta, olyan projektet állítottak össze, ami alkalmas volt arra, hogy a legnagyobb nagyságrendben lehessen élni a pályázati lehetőséggel. Nem volt más forrás lehetőség. A kormány meghirdetett az egyházaknak egy pályázatot, és ezt használtak ki a hídgyülekezet, ebben megegyeztünk az itteni és a felső vezetéssel, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, <coughs> hogy pályáznak, sikeres volt a pályázat, más állami forrásra nem sok lehetőség lett volna. Ugyanakkor azt még hozzá kell tennem, hogy a Szederúti bölcsöde vagy Ligetsori bölcsöde rövidesen be fog zárni, tehát akik odahorták a gyermekeket, annak itt nyílik meg a lehetőség. Kereszte Zoltán a híd gyülekezetének lelkésze elmondta, sokat egyeztettek a városrész képviselőjével arról, hogy nincs bölcsőde a városrészben, a közösségük pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a városrész érdekében tevékenykedjen. Nagy öröm a számunkra, hogy a mai napon tehát létrejött ez az aláírás, és elindulhat a kivitelezés, a szerződés alapján a terület átadása is megtörténik, és a tervek szerint 2024. december 31-én már működni fog az intézmény, ahova nem csak a saját gyerekeinket, hanem a városrésznek a gyerekeit, a családoknak a gyerekeit is várjuk nagy szeretettel. A kivitelező ügyvezetője Sipos Tamás elmondta, az időjárástól is függ, hogy mikor tudják kezdeni a munkát a Bodrogi utcában. Hozzátette, hogy a kivitelezési határidőt mindez nem befolyásolja majd. Összesen ugyanis 315 nap áll rendelkezésükre, hogy a munkát elvégezzék, így az idei évben már elkészül a szárazréti bölcsöde. Kicsit az időjárásra is függünk, függünk, de elsősorban földmunkával és az alaptesteknek az elkészítésével fog indulni a munkálatok. Én azt gondolom, hogy azért az időjárás függvényemel két-három hét múlva tudunk ténylegesen effektív munkát elkezdeni végezni. Ugye a kivitelezési határidőnket ez nem befolyásolja, 315 nap van a kivitelezés. Az új bölcsőde egy kétszintes önálló épületben működik majd. A tervek szerint a földszinten kap helyet két tágas csoportszoba, amihez közvetlenül kapcsolódik majd egy nagyméretű fedett terasz és játszó udvar is. Az épület közel nulla energiaigényét igényét megújuló energia használatával, hőszivattyúval és napelemekkel kívánják elérni.